nem a cserkész bot és nem a liliomos jelvény teszi a mi cserkész fiainkat cserkészé, hanem a hármas szent akarás, hogy emberek emberek legyenek, hogy magyarok magyarok, hogy zsidók zsidók legyenek. Ez adta mindannyiatoknak a Vörös Martit. 311. Vörös Marti cserkész csapat. Cserkész kitüntetést tudjuk, csak egyetlen egy volt a történetében a csapatnak. Bronz színű cserkész légió. Ezt életmentésért adományozta Magyarország körcserkésze. 1930-as Tahitót falu dzsambolyán László Pál, aki nem sokkal előbb lábtörést szenvedett, és mozogni is alig volt szabad, belevetette magát a folyóba, és egyik cserkész testvérét kimentette az örvényből. Ő kapta meg a 311. cserkész kitüntetést. Talán ezért is lesz a 311-es a 311-es. Hogy miért Vörös Marti, azt majd később megtudjuk. Fátya néven került a kezünkbe a csapatújság, aminek nevét most kölcsön veszünk. Fákja kihunyt ekkor, de újra gyulladt. 1941. december 31-ével zsidó csapatokat kizárták a cserkész szövetségből. 1944. március 19 és 45. március 19-e. Ég és föld. A fasizmus sem tudta szétbombasztani a csapatot. 44. március 19-ig és utána is a csapatok sokat köszönhettek egymásnak és Vörös Martis létüknek, de akkor megszakadt valami. És egy évvel később igen, 45. március 19-én a túlélők, a megmaradottak érezték, hogy szükség van rájuk egymásra a csapatra. Újra fellobbant a fákja. 48-ban, ahogy előbb hallottuk, a csapat és a falka azonban külső nyomásra feloszlott. Fákja utolsó pislákolása, ezt is előbb hallottuk, 2000. október 1-jéhez köthető. Vörös Marti Mihály 200. születésének évfordulós napja volt az, amikor a 311-esek összegyűltek ugyanitt. Most a fákja újra a pislákol egyet, pont a cserkész csapat születésnapján, a 90. születésnapján. Ebből az alkalomból, ehhez az alkalomhoz én kívánok erőt és egészséget, szép régi emlékek felemlítését és egy rövid fogadalmat. Vörös Marti cserkész, a fogadalmi percekben a természet ölén vagy a magyar dicsőség terein lelkedből fohász kér, szívedből dal fakad, gondolj arra, aki azt mondotta. Mindenható egység Istene, ki összetartod a világokat. Soha ne csüggedj, soha ne hátrálj. Fejleszd az elmét, acélozd az izmod, neveld a jellemed és vald teljes hittel. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átosúly alatt. Mikor a költőnek egyszer elszavalták gyermekei a szózatot, és odaértek, vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés felett egy nemzet gyászban áll, a költő felszülött helyéről és iszonyatos fájdalommal kiáltotta, nem igaz, nem igaz. A gyermekek ezután csak azt mondták, még jönni fog, mert jönni kell. Egy jobb kor, mely után buzgó imádság epezez százezrek ajakán. Vörös Marti cserkész, Vörös Marti gyermeke, örök szent lánggal égjen lelked a bizonyosság, hogy a költő javaslata valóságá válik. Ha megilogunk is egy pillanatra, most már újra érezzük, hisszük és tudjuk, nem marad örök a sötétség. Még jönni fog, mert jönni kell egy jobb kor. Aláírás dr. Vidor Pál. Azt gondolom, ezek a szavak kísérik a mai alkalmat, az összejövetelt, és a következő két oldalt, ahogy a rabbitól tanultam, azt most nem mondom el, ennek lesz a nagyon sikere. Köszönöm, hogy meghallgattak. Következő Bak János. A Bak János doktor az Oxfordban, Vancouverben, Németországban egyetemi tanárként dolgozott, az egyetemes
középkori történelemnek a professzora, CEU egyetemi tanára, Nagy Imre érdemrend tulajdonosa, és egy érdekes, lebilincselő írása jelent meg a 12 lipótvárosi berzsenista családja, amelyik rólunk is szól. Most általában szól. Köszönöm szépen. Én gyakorlatilag a háború alatt voltam Vörösmarty cserkész. Nem pontosan emlékszem, hogy amikor bekerültem a csapatba, még éppen ben voltunk a Magyar Cserkész Szövetségben, vagy már nem. De van egy olyan halvány emléke, hogy volt bukva, ami tudtuk már nem viselni. Gyakorlatilag a kétféle dologra emlékszem. Az egyik, amit kiemelnék, hogy ezekben a háborús esztendőkben a csapat parancsnokai és öreg cserkészei valami módon megoldották azt, hogy az egyre sötétedő égbód alatt valamennyire ezeknek a fiataloknak, ezeknek a tizenéves fiúknak, majd utóbb lányoknak egy vidám, cserkész, boldog, jókedvű élete legyen, anélkül, hogy igazán megfeledkeztek volna arról, amit a cserkész jelszó előír, néhogy, hogy bíper, az ügyetlen magyar égyérésen eredetire, hogy legyünk fölkészülve. Valamennyire fölkészültünk arra, ami következett, nem nagyon. Közismerten a magyar, főleg a budapesti asszimilált zsidóság nem hitt abban, hogy itt az történhet, ami máshol történt, és csak lassanként derült ki, hogy bizony történik. De azért a kemény sporttal, a kemény kirándulásokkal, a kényelmetlen táborozásokkal valamennyire be prepared voltunk, és főleg az egyik utolsó téli tábor éklije, amelyik arról szólt, hogy csendőrök vagy forcbuddisták, már nem emlékszem pontosan, meg akarják támadni a tábor, és ezért éjszakának évadján teljes szerelésben, aztán Csikóváraljáról át kell menni a Bibiskoporsón Esztergom megyébe, mert ott már az Endre László nem főispán, ezzel meg tudunk menekülni. Amint oda megérkeztünk, akkor bevallották a csapat parancsnokai, hogy ez nem egy év, mint papagájkor, vagyis az előző évi hitlinek a megfelelője, vagyis csak vicc volt. Hát nem lett vicc utóbb. A másik, amit mondani szeretnék, hogy bár éppen hallottuk, hogy a Cserkész Szövetség, Magyar Cserkész Szövetségből kizárták a csapatot, másokkal egyetemben, és megváltoztatták a cserkész törvényt, hiszen minden cserkész testvérének tekint. Ja, akkor a Cserkész Szövetség úgy döntött, hogy a cserkész csak minden keresztény cserkész tekint testvérének. Nagyon keményen szemben azzal, ami a 33-as dzsemborin még részletesebben ki volt fejtve, ott még az áll a cserkész törvényben, hogy a cserkész, minden cserkész nemre vallásra, nemzetiségre tekintet nélkül testvérének tekint. De ezt ők nem szerették, úgyhogy kizártak minket a Cserkész Szövetségből. De mi valami módon nem hagytuk magunkat kirekeszteni. Azt hiszem ez a jellege azoknak az esztendőknek, nem lettünk addig, ameddig csak lehetett. Kevésbé magyarok, hazafiak, kevésbé nem énekeltük kevésbé a magyar néptalokat, nem osztottuk meg a magyar nótásokkal és egyebekkel a svábokat és tótokat csúfoló nótákat szemrebben és nélkül, és nem hagytuk magunkat valami módon kirekeszteni, bármennyire is voltunk. Erről egy anekdóta. A Körösi Csaba csapat raj valahol a Pirisben szép katonás rendben masíroz, Tamás Dénessel a csúcsán. Megállít bennünket egy hivatalos személy, nem emlékszem, hogy csendőr, rendőr, erdőr, vadőr, és igazoltatja a Dénes. Aki akkor előveszi az akkoriban éppen bevezetett személy igazolványt, átadja, mire az őr maga zsidó, Dénes tárgyilagosan sem büszkése szégyenkező, hogy igen, az őr mind büdös zsidó, Dénes, ezt nem mondja. Akkor egy erősebb tónusban zárva, emlékezésül a Schleifer fiúkról, Sipistére és Rösi Gyuszira. Talán magam kontár módján mégiscsak megkérdezhetem, hogy Guzmics? Guzmics. Mi az a
egy olyan jobbra-balra, négyszer-ötször Hirbegurba tekervén. Tekervén! Kuzmics! Akkor megkérem új Bálinné, nem tudom, közöttünk Bocit, hogy ő is mondja el a... Után, ez pedig, amiről most fogja teketélni, részben barátnőnk Pap Évának a fenyegetéseiből, részben pedig Gyöngyi Panni barátnőnk, aki már nincs köztünk, fenyegetéseiből van. A háború után 1945 nyarán már újra együtt volt a 311-es Vörösmarty cserkészszapat, a nyári tábor Csíkorvár alján volt. Az otthon az október egyik pincéjében volt, és valóban otthon jelentett számunkra, minden szabadidőt ott töltöttünk. Láda, aki Kisfaludi Ervin volt egyébként, már felnőttként az otthon dolgozott, és elintézte, hogy az ott csapata lettünk, így minden lehetőségünk most már megvolt. Ebben az időben a csapat már egyértelműen koedukált volt, nem is tudom, hogy régebben a lányok külön voltak, de persze hallottam a lányosokról a őskorból valamit. Ha jól emlékszem, ősvezető Bándi Ági volt, de az sem biztos. A cserkész lányok számára azonos volt az élet a fiúkéval. Ugyanúgy zajlottak a próbák, az őrs és a rajgyűlés, a csapat összevonás, azok is fiúkkal együtt voltak, szóval koedukáltak voltunk. Emlékszem, Kuzmics egyik alkalommal rövid bőrnadrágban túrázott. A barkóba játék feladványként bufetezett, és a megfejtés pedig az volt, na jó, nehéz volt, de amire együtt voltunk. Ha volt hó, minden lehetséges időben sieltünk. Sírni mentünk a dormafához. Felszerelésünk a maihoz képest rendkívül primitív volt. Hol volt, hol nem volt, de valami mindig volt a lábunkon. És végül 1948 végére beolvasztottak minket az úttörő mozgalomba, és ezzel véget ért a Vörösmarty cserkészszapat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Még egy kis vetítés lesz a parancsnokokról, és kiemelkedő személyiségekről. Az a kérdésem, hogy van-e valaki, aki hozzá akar szólni, valamit megjegyezni, kérdezni, és a szület... Szóval, Kelendénes vagyok, 39-46-ig voltam a csapat tagjai, természetesen Farkaska jöttem, kezdtem, majd 44 március 19-én mentünk a Hűvösvölgybe, ahol fogadtak minket a villamos megállónál, végállomásnál, már nem voltunk a csapat akkori vezetői, és hazaszabadtak minket. Utoljára még az utolsó csapat tevékenység, ami emlékszem, az volt, hogy amíg akartam mondani, hogy nálunk családérőség volt a cserkészet, bátyám Bálint 5 éve volt idősebb, mint én, 44-ben őrsvezető volt. Na, a lényeg az, hogy akkor még emlékszem, hogy itt az otthonban, talán Vitoriára összegyűltek a vezetők, őrsvezetőibe zárulak. Gondolom megbeszélték azt, amit úgyse lehetett csinálni. Hogy ennyien vagytok, és nagyon-nagyon hiányoltam azt, hogy 50 egy után, amikor visszajöttem, nem adtak, hogy nem is lehetett. 91-90 után, a pálfordulás után nem alakult zsidó cserkész csapat, de amikor megnéztem kirándulásaim során a régi elhagyott cserkész táborokat, mindegyik közepén egy nagy keresztel, na mondom, akkor jó felek, akinek most szobrot emeltek, ugye, zsidó cserkész csapatokat megszüntetni, akkor Kisfaludi Ervin, miután a nővéremnek udvarolt,
volt a lakásunkon egy találkozó, amin, hát ugye én akkor Farkaskölyök voltam, és hát mint Farkaskölyöknek családtag vettem részt ezen a találkozón. A találkozó jelen volt ugye Kispaluti Ervén, jelen volt Fridtán János, és akinek még a nevére emlékszem, Brauer Gyuri. Az történt, hogy mindannyian felálltunk, a Fridtán Jancsi felmutatott egy cserkész szövetségi jelvényt, egy cserkész jelvényt, és utána a csapatindulót énekeltük, miközben a Fridtán Jancsi a cserkész jelvényt a lakásban valahol eldugta. Azzal a megjegyzéssel, hogy fogjuk még ezt elővenni. Köszönöm. Diamant Artúr, a csapat első parancsnoka, több tábor vezetője, a munkaszolgálatban megölték. Schechter Imre doktor, cserkész neve Kaba,